Lehel Anikó családjában több evangélikus lelkész is volt. Többek között édesapja Lehel Ferenc, keresztapja Jakus Imre, valamint rokona, az idén 50 éve elhunyt, Világigaza címmel kitüntetett Stíló Gábor, aki a világháború után árván maradt gyermekeket mentette meg. Szecessziós fotót tartasz a kezedben, ahol látható a nagyanyám és a nagyapám. Három gyermekük volt, ebből kettő evangélikus lett, a harmadik evangélikus lelkész felesége. Ő volt Lehel Ilona, Stíló Gáborné, az édesapám Lehel Ferenc és dr. Lehel László a nagybátyám. Sajnos nagyon hamar félárvák lettek. Édesapám volt a legnagyobb, 12 éves korában árvaságra jutottak, és rábízta a családot, az édesanyját és a testvéreit, és innét ered már az ő állandó felelősség tudata. Itt ez a kicsi, kedves kis fotó, Stíló Gáborék esküvője. Látható a nagynéném, Csöpi néni. Igazából az apai nagymama volt az, aki egy olyan lelkülettel rendelkezett, hogy mélyen vallásos volt, nagyon hitt Istenben, és számtalan levelében, amiket nekünk, gyerekeknek írt, unokáinak írt, amit a családnak, édesanyámnak vagy másoknak, mindig egy-egy igét is mellé tett. És te hogy emlékszel vissza Stíló Gáborra? Nagyon szép emlékeim vannak róla és az egész családról, de a kapcsolat az ott kezdődött, hogy ők évfolyamtársak voltak. Édesapámmal, és a keresztapámmal, Jakus Imrével is, és valahogy a lelkületük is nagyon-nagyon azonos volt. Tehát itt vannak a Gábor bácsinak a könyvei, benne mind az ő kézírása, német nyelvű anyagok. Tehát olyan felkészültséggel rendelkeztek mindnyájan, édesapám is, olyan erős német nyelvtudással, hogy utána a Soproni Hittudományi Egyetemről mehettek külföldi ösztöndíjakra, Gábor bácsi Finnországba, édesapám Németországba, Franciaországba, Svájcba, hogy megteltek azzal a szemlélettel, hogy mennyire fontos számukra felismerni egy világégés után a teendőket, hogy hol vannak azok az áldozatok, akikért sürgős segítséget kell tenni, és egyikük a másik után találta meg a maga útját. Édesapám a teológia elvégzése után néhány helyen segédlelkészkedett, majd Tengelicre került egy olyan kis faluba, ahol nagyon sok német ajkú lakos volt, így aztán együtt tudott német és magyar nyelven egyformán prédikálni. Templomuk nem volt, egy közös helyiségben találkoztak a reformátusokkal, és édesapám 103 gyülekezetet járt körbe, és előadásokat tartott, bibliaórákat vezetett, istentiszteletet tartott, és gyűjtötte össze a tengelici templomnak a megfelelő adományokat. Mind a 80 ezer tégla átment a kezén, és egy nagyon szép, magyaros jellegű templom készült ott. Ott éltünk, abban a kicsi házban, abszolút megtanulva a toleranciát, hogy mit lehet tenni azokért, az a 10 000 ember volt az áldozata annak az 50-es, 53-as években, amikor elhurcolták az értelmiséget a Hortobágyra, iszonyatos körülmények közé, senki nem kárpótolta őket azért. Vagy mit lehetett tenni a svábokért? És ebben végtelenül hasonlít barátjára, sógorára, Stíló Gáborra. 5 éves voltam, amikor hozzájuk kerültem Budapestre, de megbetegedtek a gyerekek, a két gyermeke, Ildikó és Gábor, és Gábor bácsi bevitt engem a Paxba. És több mint egy hétig annak lakója voltam.
Az emlékeim már elhalványodtak, hogy mit csináltunk napközben, de az esték, azokat megőrizte az érzelmi emlékezet, amikor lefekvés előtt Gábor bácsi végigment az ágyakon, és mindenkitől elbúcsúzott. Már nagy izgalommal vártam, hogy oda jöjjön hozzám, és nekem is szóljon pár szót, és minden este puszit adott, és úgy tudott ránézni egy emberre, egy gyermekre, hogy a teljes lelke ott volt benne, jelen volt, és az ember egy hallatlan bizalmat érzett irányába, és biztonságérzetet. És amikor hazavittek onnét, első este keservesen zokogtam, és odajöttek a szüleim, hogy mi a baj, Anikó? Nem ad ma puszit a Gábor bácsi. De hát itt vagyunk, mi adunk mi neked. De Gábor bácsit akarom. És sírta. Ez például az ő kézírása. Édesapámnak írta, kedves Francikám. És hát családi fotók, amik róla és vele készültek. Azt hogyan éltétek át, amikor ők kimentek Svájcba? 56-ban volt ez. Ugye megvolt a Csöpi néni Gábor bácsinak a családi kapcsolata is részint Svájccal, illetve az ottani a Luteránus Világszövetséggel, meg a Vöröskereszttel, és nagyon fájlaltuk először, mert hát nagyon szoros kapcsolatban voltunk. Mondtuk édesapámnak, hogy menjünk ki mi is, azt mondta édesapám, amíg két ember összegyűlik Isten nevében itt Szombathelyen, addig itt van a helyünk, addig nem mehetünk el innét. Így aztán hihetetlen sok levelezés volt. Jártunk náluk, elmentünk Gábor bácsi szolgálati helyeire, Hofluhaslibergbe is, Interlakenben. Megnéztük azt a padot is, virágot oda véve, ahol elhunyt, miközben olvasta egykori megmentettjeinek a leveleit. Édesapád kapcsolatban állt akkor egyik neves német teológusával is, Dietrich Bonhoefferrel. Bonhoeffer tanította a berlini egyetemen, és 1932-33 volt az a két szemeszter, amikor ő a hallgatója volt. Ha megengeded, mutatnék is valamit neked, mégpedig azokat az egyetemi jegyzeteit, amelyeket ő Bonhoeffer előadásai alatt jegyzetelt. Olyan közvetlen baráti kapcsolatot alakított ki a tanítványaival, hogy vitte őket a szülei házába, a nappaliukban fogadták őket, sokat sétált velük, rengeteget beszélgettek. Édesapám saját maga is lefordította a legismertebb műveiből, válogatás Bonhoeffer legismertebb műveiből, Fegyelem, tett, szenvedés, halál. Ez a kötet címe. Segítettem neki annak idején a fordításban. Akkor most kivesszük a tüket. Onnan van ennek a szabás mintája, ezt te találtad ki, vagy? Láttam, ahogy az interneten varták, és utána rajzoltam magamnak egy szabás mintát, mert tudom magamról, hogy milyen gond, amikor a kis bolti kártyákat, kedvezménykártyákat nem tudjuk igazán hova tenni, és ez nagyon praktikus erre a célra. 8. koromban vartam az első szoknyámat a nagyapámnak az angol szövet nadrágjából. Amikor nyugdíjba mentem, akkor kezdtem aktívan foglalkozni vele, hogy legyen egy hobbim, mert az nagyon fontos, hogy az embernek egy állandó tevékenysége is legyen, és ez nagyon sok örömet ad. Mert sokszor tudok ajándékot készíteni, ami sokkal személyesebb, mint hogyha a boltban vásárolok valamit, és ezzel örömet tudok szerezni, nem csak magamnak,
mert ajándékozni öröm, hanem másnak is, annak, aki kapja. Az ötletet sokszor az igény és sokszor a cél szabja meg, hogy milyen alkalomra, kinek és mit. Ha nagyobb munka családon belül, akkor egy takaró vagy egy fali kép, amit aztán utána elajándékozok. És mit jelent neked személyesen a varrás? Örömöt. Az, hogy van feladatom, van célom, és minden egyes kis apró tárgy, ami kikerül a kezemből, megelégedettséggel tölt el. Többféle témában készülnek ezek a képek, és hozzájuk a versek. Itt például a történelmi részt látjuk. Hogyan születnek ezek az alkotások? Meséljetek nekem erről. Hát amelyiktől elindultunk, ugye a Vasfüggöny. Én a Vasfüggönytől 7 kilométernyire lakom, és minden nap megszenvedtük az örökös ellenőrzést, a katonák kérték az útleveleket, és ez az életünk része volt. És ha már Vasfüggöny, akkor legyen berlini fal is, a 20. század másik nagy szégyene, amelyiknél szintén személyesen jártam. És a történelmi témák közül még az 1000 éves Magyarország, vagy a jelképekről szóló kis vers, amely a nyelvek eredetével foglalkozik, illetve az emlékekkel, hogy azok hogy tűnnek a múltba. És Sándort megfogták ezek az alkotások. És Anikó képei pedig megindították az én gondolataimat is. A berlini falról, a Vasfüggönyről a szabadság érzése jutott az eszembe, amit úgy érezték, hogy megnyerjük, és a világ más felé halad, és az aggodalom benne van a versekben. Jó volna szabadon, békében élni, mint hogy Anikó is álmodja, és hogy én is óhajtom. És nagyon hiszik, hogy a tárlatlátogatókban is megszületnek ezek a gondolatok. A szép érzékük is talán kinyílik, és a gondolataikban, és netán majd a cselekedeteikben is változik az életükben valami. Hogyan kezdődött ez a közös munka? Sándor meglátta az egyik képemet, éppen a húsvéti képet a feszülettel, és sokáig nézte, és végül ihletet kapott, hogy írjon hozzá egy verset. Azután hívott engem, hogy küldjek még képeket, és azokhoz ő is szeretne még további verseket írni. Végül is létrejött a tárlat a maga 24 képével. És úgy érzem, hogy ebbe volt egyfajta szellemi izzás, egy nagyon izgalmas együttgondolkodás, ráhangolódás a mondani valókra, a gondolatra, a látványra, a szóra. És úgy tudott Sándor verset írni, hogy mélyen belelátott a képek mögé is, és megérezte azt is, ami bennem még fogalmazódik, de esetleg nincs odavarva arra a képre. Mind a ketten a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben végeztünk, népművelés könyvtár szakon. És azt vállaltuk mind a ketten, hogy egy közösség élére állva, segítve az ő életüket, boldogabbá igyekszünk tenni őket a kultúra lehetőségeivel. Kerestük a kincseket az emberekben, mi az, ami felerősíthető, mi az, ami fejleszthető. És Anikó is közösségeket hozott létre szépen, olyanokat, akik nem csak magukra figyeltek, hanem az ő segítségükkel mások is boldogabbá válhattak. Ez a Szombathelyhez közeli kis település Sé, mind a kettőtök életében egy ilyen fontos helyet foglal el a szívetekben, lelketekben. Miért kapcsolódtok ennyire ehhez a településhez? Falun születtem, falun éltem 9 éves koromig, és mindig visszavágytam abba a közvetlen emberibb környezetbe, ahol köszönnek egymásnak az emberek, ahol tudnak egymás dolgairól, és ahol segítik egymást. És Sé ezt jelentette számomra, ugyanakkor Sándor számára is jelentős volt a falu.
Mégpedig azért, mert népnevelési gyakorlatokat vezettem heti 2 órában valamikor, amikor még tanítottam, de ezek nem 2 órá időt vettek igénybe, amikor mi Sébe megérkeztünk, hanem egy délutánt és egy estét. Párosával bejártuk a házakat, érdeklődtünk, hogy miként élnek az emberek, hogyan boldogulnak, milyen örömeik és gondjaik vannak, és egy-egy programunknak ők voltak a főszereplői. Összeköt benneteket a keresztény hit is. Hogyan lehet versben, képben átadni a keresztény üzenetet? Én úgy próbálom átadni, mint ahogy a só létezik a tengerben. Nem erőteljesen, nem tanítva és nem oktatva, hanem szinte láthatatlanul. Megszólal bennem talán a Jóisten, és ahogy ezt én próbálom tolmácsolni, ő már az olvasókra van bízva, hogy bennük is megszületik-e. És nagyon sokat járok én klubokba, szakkörökbe, egyesületekbe, és tapasztalom, hogy megszólal az emberekben. Tehát nem reménytelen a jövő. Az egyházi ünnepek sorát vettem, hogy azokat még jobban kiemeljem a hétköznapokból, hiszen nagyon sokat jelentenek az életünkben, és így az adventtől a karácsonyig, az húsvétig, a nagypéntek húsvét, a pünkösd, ezeket az ünnepeket próbáltam megvarni, amik számomra mindig nagyon sokat jelentettek. Az ünnepek pedig különleges napok az ember életében, ilyen gyűjtő pontok. Akkor az egész életünket átgondoljuk, hogyan éltünk eddig, mit üzen a múlt, és milyen feladatok várnak ránk a jövőben. Lelkész között nőttem fel, ennyi volt a családban. Amikor 8-os voltam, édesapám kivette a kezemből Hegel filozófiáját, mondva, hogy ez még nem való neked, de én azt mondtam, hogy hiszen mindig ilyenekről beszélgettek, hát hadd olvassam. És valahogyan annyira nem volt meg bennem akkor az az indítatás. Jobban érdekelt volna a régészet, az újságírás, az irodalom. Egész véletlenül adódott a lehetőség, hogy itt Szombathelyen, akkor még a tanítóképzőben indult a nulla széria, a könyvtár népművelés szak, és édesapám tudomást szerzett róla, és megkérdezett, hogy ez jó lenne-e nekem. És úgy találtam, hogy igen, végül is a könyvekkel mindig szoros volt a kapcsolatom, és a közösségi élet ugyanúgy érdekelt. Megtaláltam magamat ebben. Ma már régész nem lehettem, akkor legalább legyek idegenvezető, és amikor a kereskedelmi főiskola tanfolyamot indított, akkor készség vállalkoztam rá, és nagyon sok örömet és sok információt kaptam én ebből a tevékenységből. Nem volt egyszerű úgy átadni azt az országot idegeneknek, hogy megszeressék, hogy megértsék a kultúráját, megértsenek minket, lássák a jelenünket, a múltunkat, a jövőnket. Ez egy annyira szép pálya és annyira szép munka, de hát csak munka mellett tudtam én ezt végezni. Az evangélikus nőegylet az, amelyiknek egy ideig elnöke voltam. Egy közösség attól működik, ha mindenki beleadja azt, amit tud. Én tudok apró ajándékokban gondolkodni. Tudom, hogy mit lehet egy adventi vásárra készíteni. Át tudom adni azt a varni tudásomat, amit a saját erőmmel, hobbiból szereztem meg. De olyanok, akik korábban tűt sem vettek a kezükbe, most gyönyörűen készítik az adventi ajándékokat. Jó közösség, mert nem csak az a feladatunk, vagy nem csak úgy értelmezzük a dolgot, hogy tenni valamit a gyülekezetért, hanem úgy, hogy a hitéletben is erősödjünk együtt, közösen, és ezért alkalmanként vannak áhítatok, közös énekek, közös imádságok.
évig templom közelében éltem, és a templom közességével együtt, Isten közességében, és számomra a harang szó azt jelentette, hogy már édesapám felhúzta a Luther kabátot Mózes tábla nyakában, kezében a Biblia, és indul a templomba, és időnként édesanyám, amikor kántorizált, már ott ül az orgona mellett. Család tagként éltem meg az istentiszteleteket belülről látva, és a harangszó azt is jelentette nekünk gyerekeknek, hogy ideje abba hagyni a vitatkozást, fel kell vennünk a legszebb ruhánkat, el kell csendesednünk, és jönnünk kell a templomba. Az első pacsorban ültünk, amikor édesanyám nem kántorizált, akkor mellettünk ült, később aztán már nagyobbakként a kórusban is, mert szükség volt arra, akkor még nem volt elektromos orgona, hogy fújtassunk és segítsük az orgona működését. Ha leülök, akkor mindig úgy érzem, hogy mellettem van édesanyám, mellettem van édesapám, akivel éppen az örök élet vasárnapján 92 és fél évesen ültem itt utoljára, amikor ő annyi idős volt. A paplak falai üvegből vannak, de én azt hiszem, hogy természetes módon tudtunk élni, és a szeretet az a problémákon is átsegít, hogyha úgy érzed, hogy akadály van. Édesapám prédikációit végig izgultam, mert sosem írta le, hanem cédulákkal dolgozott. Felírt néhány gondolatot mindig magának, és azok voltak esetleg előtte, amikor prédikált, és bizony előfordult, hogy fentről, a szószékről lepotyogtak a cédulái. Nem mondta gondnok úr, legyen szíves, szedje föl, és folytatta szépen. Láttam, ahogyan studíroz, így szoktuk mondani, amikor készült az istentiszteletekre, és vele együtt gondolkodtam szinte, amikor idézeteket vagy egyebeket mondott, hogy igen, ezt láttam, amikor ezt olvasta otthon. És ezek megható pillanatok voltak számomra. Most is, amikor letérdelek úrvacsorát venni, akkor meglátom alul a Luther kabátot és a cipőt, szinte, mintha ő osztana ott áldás nekünk, annyira bennem él az emléke. Nagyon nehéz időszakban, az 50-es években kezdett itt, amikor inkább a kerítés mögött elbújtak az emberek, hogy úgy tudjanak bejönni, és kevesen vállalták azt, hogy bátran. Ha most látná, hogy tele van zsúfolásig a templom gyerekekkel, fiatalokkal, micsoda öröm lenne. Mindig hálát adok Istennek azért, hogy én ebbe a családba születtem, egy olyan családba, ahol mindennaposak voltak az esti igeolvasások. Édesapám elővette a lózungent, elolvasta a német igét, elmagyarázta nekünk, ige magyarázatot tartott a mi korosztályunkhoz szabva, és édesanyám gyönyörű hangján utána elkezdte az éneket. Az, hogy minden nap hálát tudsz adni, hogy minden nap énekelsz az Istennek valami szép éneket, az egy egész életre meghatározza azt, hogy hálás tudsz lenni, érzed a gondviselést, és valahol ott vagy Isten közelében. A kedvenc igém itt van a zászlón, ami számomra hálaadást jelent, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasok. Ezt a saját életemben úgy értem meg drámaian, hogy majdnem elvéreztem 2,5 liter vérveszteséggel, amikor pulzusom sem volt, szinte lemondtak rólam, és visszajöttem az életbe. És egy olyan halál közeli élményben volt részem, és egy olyan érzésben, hogy szeretetet kell adni, jónak kell lenni,
és hálásnak kell lenni, hogy ez megtörtént. És ez még egyszer előfordult az életemben, nem is olyan régen, amikor olyan állapotba kerültem, hogy halálos értékek voltak a véremben, és egy óriás sejtes verőérgyulladással kerültem a kórházba. Ami csodálatos volt abban az időben, az egész gyülekezet imádkozott értem a vasárnapokon, és újra erőre kaptam, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnyak elnek, mint a sasok.